Többek között az adócsökkentésre, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére és a családtámogatások bővítésére mondott nemet a baloldal, amikor nem szavazta meg a jövő évi költségvetést, nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Dömötör Csaba, aki szerint Gyurcsány Ferencék adóemelési tervei nem a népesség 1%-át, hanem tömegeket érintenének. A lap hétfői számában a miniszterelnöki kabinettiroda államtitkára hangsúlyozta, minden fontos területre jelentősen több forrás jut ma, mint a baloldal kormányzása idején. Az államtitkár szerint a Puskás arénában a világbajnokoknak rúgott gól annak szimbóluma, hogy ez az ország mindig képes az újrakezdésre. Az újabb nemzeti konzultációt firtató kérdésre azt mondta, két választás között is érdemes keresni azokat a pontokat, amelyekben egyetértés jöhet létre. Az elmúlt években a nemzeti konzultáció ezt segítette. Ismertetése szerint a konzultációban lesznek a járvány egészségügyi vonatkozásaival, bizonyos tervezett gazdasági lépésekkel és migrációval kapcsolatos kérdések is, akár 14 kérdés is lehet. A pedofília elleni törvényről azt mondta, annak legfontosabb célja a gyermekek védelme. Az időközben beérkező módosításokat pedig az az aggodalom motiválta, hogy a kiskorúakhoz olyan tartalmak is eljutnak, amelyeknek nem kellene. Ezekkel szemben nyújt védelmet ez a módosítás hangsúlyozta. A szép kártya, kedvező szabályai több mint 50 milliárd forintot hagyhatnak az érintetteknél az idén. A csak nem felére csökkentett adó mellett a munkavállalóknak adható összeg is megduplázódott. A kedvező szabályok a kormány egyik újabb döntése nyomán az év végéig fennmaradnak. Mondta András, nem csak az adócsökkentés marad az év végéig, a szépkártya egyes alszámlái is átjárhatóak december 31-éig, emelte ki a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az átjárhatóság mintegy 1 millió munkavállalónak jelent könnyebbséget, amelynek lényege, hogy a Széchenyi pihenőkártya egyes alszámláira utalt béren kívüli jutatás bármelyik másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás kiegyenlítésére is felhasználható, Mutatott rá Tálai András. A koronavírus válság által leginkább sújtott turisztikai ágazatot adómentesség is segíti, nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni 2021. december 31-éig, szögezte le az államtitkár. Hozzátéve, hogy a mentesség 15 ezer vállalkozást érint. Az intézkedés nem csak adócsökkentésről, hanem adminisztráció csökkentésről is szól, hiszen bevallás sem kell benyújtani erre az időszakra. Ingyenesen vehetnek részt az idei múzeumok éjszakája programjain az egészségügyi és a szociális dolgozók. A járvány elleni védekezés első vonalában helytálló hősök munkáját ezzel a felajánlással is szeretné elismerni az Emberi Erőforrások Minisztériuma, írja Kásler Miklós a közösségi oldalán. A két ágazat közel 200 ezer érintett szakdolgozója egy embert próbáló esztendőt követően lélegezhet most fel, ezt a régen várt időszakot pedig a testi lelki rekreáció és feltöltődés minden eszközével igyekszünk támogatni. Az élet újraindítása jegyében az érdeklődők országszerte több mint 250 kulturális intézmény programjai közül válogathatnak majd. A 19. Múzeumok éjszakája esemény sorozaton az egészségügyi és a szociális dolgozók a munkaviszonyukat igazoló dokumentum felmutatásával vehetnek részt ingyenesen. A kollégáimnak és valamennyi érdeklődőknek kellemes kikapcsolódást kívánok, írja a miniszter. A közlekedési vizsgáztatásban 2022 tavaszától egységes és központosított elektronikus rendszer működik majd, jelentette be Mosóci László az Innovációs és Technológiai Minisztérium politikáért felelős államtitkára. Hétfőn a közlekedési vizsgáztatás digitalizálását célzó közúti gépjármű, vízügyi és légügyi közlekedési engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása projekt sajtótájékoztatóval egybe kötődik nyitó rendezvényén. Mosóczi László hangsúlyozta, a közigazgatási hatósági folyamatok ügyfélbarát korszerűsítésének fő útja a digitalizáció. Az ügyintézés elektronikus útra terelése pedig kényelmesebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációs terheket. A teljes körű elektronikus ügyintézés egyszerűsíti a jogosítvány megszerzésének menetét is. A jövőben a gépjárművezetői vizsgára jelentkezést ügyfélkapunk keresztül indíthatják el, ahol az autós iskolát is megjelölhetik. A későbbiekben a képzőszerveken keresztül a vizsga helyszínét, időpontját is ki lehet majd választani. Magyarországon évente jóval több mint fél millió közlekedési vizsga eseményt regisztrálnak, a közútiakból 550-600 ezer zajlik, közülük közel 400 ezer vizsga a B-típusú jogosítvány megszerzéséhez köthető, 60-70 alkalommal már dolgozó vagy lendő hivatásos járművezetők tesznek közlekedési vizsgát, frissítik fel ismereteiket. Emellett évente több ezeren szerzik meg a kedvtelési célú hajózáshoz, vitorlázáshoz szükséges engedélyt, és az idén januártól a nem játéknak minősülő drónok használata is képzéshez és vizsgához kötött ismertette az államtitkár. A gazdasági versenyhivatal vizsgálói csoportot hozott létre, hogy kiderítse az építőipari alapanyagok drágulásának okait, közölte a testület hétfőn az MTI-vel. A GVH tevékenysége kiterjed a gyanús tevékenységekről szóló panaszok vizsgálatára, mivel, mint közleményükben írták, bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja, így ők könnyen megtehetik, hogy a versenyhelyzetben jellemző áraknál drágábban értékesítenek. Intézkedésre ad ha az árak a költségeket tisztességtelen mértékben meghaladják, vagy az érintettek egymással egyeztetve alakítják ki azokat, tették hozzá. Áremelkedést, szállítási zavar, kereskedelem politikai intézkedés, külföldi kitettség, kapacitás hiány is okozhat. De a GVH tavaly már talált gyanús esetet, ezért tavaly eljárást indított, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsertése miatt a cementpiaci érdekeltségekkel szemben hangsúlyozták. A versenyellenes magatartások általában titokban zajlanak, így azokat főképp a piaci jelzések vagy az együttműködő vállalkozások árulják el. A bejelentők anonimitását törvény garantálja, az együttműködés pedig jelentősen csökkentheti a büntetés súlyát, olvasható a közleményben. Megalapították így, idéntől már lehet pályázni az év digitális faluja díjra, tájékoztatotta a Digitális Jólét Nonprofit Kft. A déra július 1 lehet pályázni. A címre a digitális innovációkat alkalmazó 5000-nél kevesebb lakosú települések pályázhatnak négy kategóriában. Innovatív települési környezet, fenntartható épített és természeti környezet, innovatív társadalmi és közösségi jólét, valamint innovatív gazdasági ökoszisztéma. Hozzátették az elismerésnek köszönhetően, széles körben válnak megismerhetővé a már létező hazai digitális jó gyakorlatok, elősegítve a települések együttműködését, a helyi közösségek erősödését és a térségszintű fejlesztések elterjedését. A közlemény idézi Balla Attillát a Digitális Jólét Nonprofit KFT technológiai és vállalkozásfejlesztési ügyvezető helyettesét, aki kiemelte, a díjjal ösztönözni szeretnék a települések vezetőit és a térségi döntéshozókat. Mivel a falvaik a magyar vidék kincsei az úgynevezett smart, okos megközelítéssel nem csak élhetőbbé helyekké, de akár innovációs központokká is válhatnak. Az év digitális faluja díjra július 1-től lehet pályázni. A Tisztítsuk meg az országot akció keretében május végéig 12.500 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek össze az erdőkben az erdőgazdaságok, mondta az Agrárminisztérium helyettes államtitkára az M1 hétfői műsorában. A legtöbb szemetet a főváros környékén a Pilisi parkerdőben találták, közölte Szentpéteri Sándor. A szemetelés megelőzése érdekében az elmúlt időszakban 113 sorompót, illetve 264 térfigyelő kamerát telepítettek az erdőgazdaságok, tette hozzá. Elmondta, a szemetelők komoly károkat okoznak az erdők területén, annak ellenére, hogy egyre több helyen hulladékudvarokban van lehetőség a hulladék lerakására. Jellemzően lakossági vegyes hulladékot találnak az erdőkben, de különösen a főváros környékén sok az építési hulladék, és előfordul, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő autógumikat is az erdőkben dobják ki, sorolta a helyettes államtitkár. Felújítás zajlott a kulcsárban. A témában június 21-én tartott sajtótájékoztatót Pákozdi Szabolcs, a Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgatója, Smit Csaba, a centrum kancellárja, valamint Turi Bálint alpolgármester, és Sipos Sándorné az iskola igazgatónője Komáromban. Turi kiemelte, hogy a iskola korábban tetőfelújításon esett át, valamint új szigetelést is kapott, majd a régi aszfaltos kézilabdapálya helyett, korszerű, minden sportolási igényt kielégítő rekordtámpájával gazdagodott. Nagyon fontosak ezek a fejlesztések, hiszen az igényesen kialakított környezet mindig nevelési értéket is hordoz magában, hangsúlyozta az alpolgármester. Schmidt Csaba kancellára a szakképzés 4.0 elnevezésű projektet mutatta be, melynek jóvoltából többek közt megújulhattak az iskola folyosói és tantermei is. A kormány által meghirdetett program egyik fő célja, hogy olyan diákokat neveljen ki, akik a különféle ipari területeken magas szinten képesek majd helytállni. Észak- és Délkomárom városa támogatást nyerte az Interreg SKH kis projekt alapprogramban, Szeresd és Védda a Duna két partját című projektjével. A programnak köszönhetően mindkét városban olyan természetes területek kerültek kialakításra, amelyek bemutatják a helyi környezeti értékeket, növény- és állatvilágot, valamint felhívják a figyelmet a természet és annak védelme fontosságára. Komáromban egy 170 fa cserje került kiültetésre, mélegelőt alakítottak ki, kihelyeztek egy-egy nagyméretű madáretetőt, bogárhotelt, valamint egy pihenőhely és kerékpártárolók is létesültek. A helyszíneken kihelyezett tanösvénytáblák bemutatják a Duna két partján található természeti értékeket, ezáltal is aktív kikapcsolódást biztosítva minden korosztály számára. A Tatai Magyar Honvédség 25. Lapkagyörgy lövészdandár megnyitott a Toborzó pontját június 15-én Tatabányán a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal épületében. Az eseményen dr. Kans Csaba, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Lőrinc Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség 25. lapka lövész dandár parancsnoka, és Gajó Péter, a Magyar Honvédség 25. Klapkagyör lövész lövészdandár vezénylő zászlósa beszélt arról, hogy az országban először Tatabányán kapott helyet ilyen toborzó iroda a kormányhivatalban. Gajó Péter szerint méltó helyen nyithatták meg a toborzó pontjukat a megyeszékhelyen. Céljuk az, hogy minél több fiatalt meg tudjanak szólítani, akik érdeklődnek a katonaság iránt. A Volánbú ZRT múlt héten mutatta be a járműveket Esztergomban, amelyekből hamarosan 71 darab szolgálatba a Pest és Komárom-Esztergom megye helyközi közlekedésében. A bemutatón Sanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára kiemelte, a kormány a közösségi közlekedésben is támogatja az alacsony és nulla kibocsátású járművek beszerzését. A Volambus jármű fiatalítási programjának keretében 2010 és 2020 között több mint 2100 új autóbusz átforgalomba, forgalomba, ebből mintegy 1900 -a, a helyközi közlekedésben. Dr. Völner Pála a térség országgyűlési képviselője kifejtette, az elmúlt 11 évben a kormány sokat tett a vidék fejlesztéséért. Megújult a vasút, korszerűvé vált a közösségi közlekedés, és hamarosan elindul az M100-as út kivitelezése is, amelyel Esztergom bekapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózatba. Csütörtökön a sok napsütés csak kevés felhő zavarja, csapadék nem várható, megélénkül az északnyugati szél, 33-38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken északnyugat nyugat felől megnövekszik a gomoly felhőzet, elszórta a záporok, zivatarok alakulnak ki, megerősödik az északnyugati szél, korai délután 25-35 fok várható. Szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütésre készülhetünk, felfrissül az idő, csapadék nem lesz, élénk lesz az északi szél, 26 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Vasárnap kellemes nyári idő várható csapadék nem alakul ki, az északnyugati szél élénk lesz, korai délután 26 és 31 fok várható. A jövő hét elején megnövekszik a felhőzet, északkeleten záporok is lehetnek, mérsékelt lesz a délnyugati szél, 27 és 32 fokra melegszik majd a levegő.